Köszönöm szépen, én is nagyon szép jó napot kívánok mindenkinek. A teozófia által közvetített világnézet nagyon egyértelműen azt fogalmazza meg, hogy aminek van kezdete, annak van vége is. Így van ezzel a mai napunk is, volt egy kezdete, és hát lassan elérkezik a vége. Ezzel együtt, akik nincsenek annyira közel a teozófiai társulathoz, szeretném elmondani, hogy a látszat ellenére nem egy családi vállalkozás. Noha hallották ma már a feleségemet, sőt mind a két lányomat is, úgyhogy, de nem mindenki ilyen közvetlen családtag. Amikor állítottuk össze a programot, akkor én azért választottam ezt a mágia témát, mert többször előfordult már, hogy kezembe fogok egy úgynevezett ezoterikus újságot, amelyekben hirdetések is jelennek meg, és hát vannak benne olyanok, hogy XY mágus, aztán W főmágus, aztán univerzális mágus, szóval, hogy übereljék egymást, hogy ki az igazi. A bevezető, bemutatkozó előadásban Adrián mutatott olyan képet, hogy könyveinkkel különböző rendezvényeken meg szoktunk jelenni, tehát ilyen kiállításokon, vásárokon, és nem egyszer előfordult már, hogy ilyen furcsa öltözékű emberek mászkáltak ott, akik szintén mágusként hirdették magukat. És egyre jobban elkezdett zavarni, hogy én hát a világon semmit nem tudok erről a mágiáról, hát ilyen szóbeszéd, meg ezt hallottam, azt hallottam, de szeretném feltárni elsősorban önmagam számára, hogy tulajdonképpen mi is ez a mágia, létezik, nem létezik, hogyan működik, miért működik, és amire jutok, azt megosztani azokkal, akiket ez egyáltalán érdekel. Tehát most nem egy mágusnak az előadását fogják hallani ilyen jó kis szaftos részletekről, hogy hogyan változtassuk az anyóst békává, vagy valami ilyesmi. Sokkal inkább egy teozófus önmaga számára tisztázó gondolatait arról, hogy mi ez a mágia. Én magam mérnök vagyok, és hihetetlenül szkeptikus, úgyhogy csak azt hiszem el, amit magam is megtapasztalok. Ennek következtében az élet nagyon gyakran állít olyan szituáció elé, hogy kénytelen legyek elismerni, hogy valami létezik. Többek között az sem kérdés számomra, hogy létezik-e mágia egyáltalán, mert hát a karma törvénye ezen a téren is működik, és egyszer összehozott a sors egy valódi fekete mágussal, aki kifejezetten megpróbált fizikailag is megsemmisíteni mágikus eszközökkel. Hát, mint látják, nem sikerült, de nem volt azért ez olyan könnyű menet. Magyarul meggyőződtem róla, hogy ez van.
de hogy miért van, hogyan van, mitől van, erről nem sokat tudtam. Ezért aztán egy kicsit elkezdtem nézgelődni, és itt most tényleg az idő rövidsége miatt néhány alapdolgot fogunk tudni tisztázni. Az első megállapítás, hogy a mágia az a tudomány, mert ez már nagyon tetszik nekem, tehát egy tudomány, amellyel a mennyei, a túlvilági hatalmakkal kommunikálunk, irányítjuk azokat, az alsó szféráknak pedig parancsolunk. Tehát az emberhez képes alsó szféráknak, túlvilági, nem fizikai világnak képesek vagyunk parancsolni. Ebbe beleértendők a ma elhangzott természetszellemek, a még ez alatti világok, tehát az elementálok világa. Magyarul tudomány, az okkultizmus és az általunk ismert természettudomány vagy elfogadott tudomány közötti területet lefedő tudomány, tudományos igénnyel, eszközökkel vizsgálja ezt a világot, akár elméleti síkon, tehát elméleti tudomány, de akár alkalmazott tudomány szintjén is. Na most a természet rejtett misztériumainak gyakorlati tudása, amelyet csak néhányan ismernek, mert rendkívül bonyolult megszerezni ezt a tudást, anélkül, hogy a természet elleni bűnöket elkövetnénk. Ha még egyszer a tudomány, gondoljanak egy mindennapi tudományra, akár orvos tudomány, akár műszaki tudomány, mérnök, bármire, ahhoz, hogy valaki egy jó, kiváló orvos, mérnök, tudós, bármi legyen, gondoljanak arra, hogy hány évet kell tanulni. Hát egy alapképzés, középfokú képzés, egyetem, aztán nyilván a szakmai gyakorlat megszerzése, stb. Stb. 20-30, esetleg 40 év kell ahhoz. Tehát ne gondolja senki, hogy elmegy egy hétvégi mágia tanfolyamra, és akkor egy szupermágusként fog előkerülni, ez ugyanúgy esetleg évtizedeket vesz igénybe, tehát rendkívül bonyolult megszerezni. Na most általánosan ismert fogalom, hogy van fehér mágia, meg fekete mágia, erre egy icipicit még vissza fogunk térni. Minden esetre azt ki lehet mondani, hogy a fehér mágia, az úgynevezett isteni mágia, az mentes minden önzéstől, a hatalom szeretetétől, a nagyra vágyástól, vagy nyereségvágytól, és csakis általánosságban a világ javáért tevékenykedik, és főleg az ember saját környezetéért. Na, én be kell önöknek valljam, hogy ezért nem akartam soha mágiával foglalkozni én magam személy szerint, mert nem érzem magamat mindezektől mentesnek, mindig, minden körülmények között. Márpedig, hogyha nem, akkor a legkisebb kísérlet arra, hogy az ember kivételes képességeit az én kielégítésére használja, ezeket a képességeket varázslássá, vagy fekete mágiává teszi. És ugye itt is felhívják a figyelmet, hogy nagyon könnyű egy olyan ösvényre tévedni, amelyen a természet elleni bűnöket elköveti az ember. Az emberiség történetének korai szakaszaiban a mágiát isteni tudománynak tekintették, amely a tudós papok kezébe volt. Erről azt hiszem mindenkinek vannak az itt jelenlevők közül elképzelései Egyiptomról, Kínáról, Tibetről, hogy valóban ez egy rendkívül zárt tudás ismeret volt. A későbbi időszakokban, főleg ugye az európai középkorra gondolok, hogy a túlkapások boszorkánysággá tették, és egy ilyen általános közvélemény hatása, ilyen általános ellenkezést és utálatot váltottak ki vele szembe. Mit jelent maga a mágia szó? A szanszkrit gyökere van, a maha, a nagy, ismerjük ezt a több kifejezésben megjelenik a maha,
nagy szó, és eredetileg olyan embert jelentett, aki jártas az ezoterikus tudásban. A régi időkben voltak olyan bennlakásos iskolák, ahol a jövendelést és általában az okkulttudományokat tanították. Ehhez annyi megjegyzésem lenne, hogy nem csak a régi időkben, de a mai időkben is lehet találni Kína és hát elsősorban Tibet belső részeiben olyan bennlakásos iskolákat, amelyek a mágiát tanítják, de különböző történelmi forrásokból jól ismerjük, hogy a görög birodalom virágkorában is a görög tanulókat mind-mind Egyiptomba küldték, mert ott a piramisok környékén megmaradtak ezek a mágiát tanító, beavató belső iskolák. A mágia tanulmányozása hozzátartozott a tudomány minden ágához, hiszen ezzel kezdtük, hogy egy tudomány, ami tágabb, mint a ma általunk ismert természettudomány, de természetesen még azt is lefedi. Na most egy nagyon lényeges pont, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor az első misztikus megtalálta ezt a kulcsot, ezt a kommunikációs eszközt a mi világunk és a láthatatlan seregek világai között, arra a következtetésre jutott, hogy ha hagyja, hogy ez a misztikus tudás, az okkult tudomány kikerüljön az úgymond csőcselék keze közé, és az meggyalázza, akkor ezt el is veszíteni. Annak idején nekem az első úgymond ilyen okkult leckém az volt, hogy ha az ember megszerez valamilyen okkult képességet, és azt elkezdi rosszra használni, akkor garantáltan előbb-utóbb el is fogja azt veszíteni, el fogják tőle venni. A teozófiai irodalom, vagy a teozófiai társulat történetének egyik a Leadbeater-rel szinte mondhatom, hogy azonos szintű tisztánlátója, Geoffrey Hodgson nagyon keményen felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ezeket a megszerzett képességeket például pénzért kezdi el árulni, akkor garantáltan csak időkérdése, hogy ezt elveszteni és elvegyék tőle. Ugye a Bibliában is megjelenik ez a bizonyos, hogy ne szórjunk a gyöngyöt a disznók elé. Tehát itt erről van szó. Na most a vele való visszaélés az emberiség egy gyors pusztuláshoz vezethetni. Itt egy példa, hogy ott tényleg olyan lenne, mintha játszótéren játszó ovis bölcs is korosztályt körbe raknánk dinamittal, és még a gyufát is odaadnánk nekik. Ennek következtében mindig is elrejtették ezt a tudást a köznép elől, a szentélyek belsejébe, a piramisok belsejébe, a rejtett templomok belsejébe. Tehát amikor arról gondolkodtam, hogy vajon mágus-e az, aki ezeken a rendezvényeken furcsa ruhákba megjelenik, vagy hirdeti magát a különböző újságokba, akkor egy nagyon fontos szempont, hogy a valódi mágus az mindig éppen, hogy nem a nyilvánosság elé áll, hanem eltűnik. És akkor eszembe jutott nekem egy nagyon kedves könyvemből, mármint, hogy nem én írtam, hanem sajnos. Szerintem kórusba fogják mondani, hogy melyik könyvből van ez az idézet. Elég apró betűvel van, de fel fogom olvasni. Ez arról szól, hogy hogyan ismerhetjük fel a mágust. És az igaziak? Hol vannak az igaziak? Kérdeztem mohón. Sehol, fiam. Nem látod őket. Bujkálnak. Tudják, hogy miért. Mindenütt felöltik a környezet formáját és színét. Alámerülnek a tömegben. Alakoskodnak.
jársz utánuk faluról falura, városról városra, és mindenütt éppen előtted járt egy. Végrehajtotta vagy végrehajtatta valakivel a transzmutációt, hogy a misztikus tűz ki ne aludjék, hogy az emberek szívében el ne üljön a kínzó nyugtalanság. Aztán nyomtalanul eltűnt. De miért kell alakoskodniuk és eltűnniük? Hatalmasabbak lehetnének a királyoknál is, és éppen ezért nem szeretik a kínpadot. A király csak szolgákat tűr meg maga körül, az adeptus pedig uralkodó. Legyőzte a legfélelmetesebb zsarnokot, a halált. Nem azért él, hogy telhetetlen hódítók és kicsapongó életű fejedelmek üres kincstárát arannyal töltse meg. Az alkímiának csak a felületét jelenti az aranycsinálás. Az alkímia mély-mély tenger, Hans. De egyedül a kiválasztottaknak tárja fel igazi tartalmát. Mi pedig nem tartozunk a kiválasztottak közé. Ezt ma már biztosan tudom. Az adeptusok, akik tudnak aranyat csinálni, nem csinálnak maguknak aranyat. És az életet, amelyet megnyertek, semmire sem becsülik. Nincsenek vágyaik. Én reszketek, ha az aranyra gondolok, és azért szeretnék évszázadokig élni, hogy a Föld minden nagy pocsolyájában meghemperegjek. Ezért, tudod, ezért nem jutottam sehova, és te sem jutnál, Hans. Természetesen a vörös oroszlánból van. Tehát, hogyha látnak valahol egy szuper mágust, akkor gondoljanak erre az idézetre, hogy hol vannak az igaziak. A mágia az emberiség talán legrégibb írásos emlékei között is megjelenik, ezek pedig a védák, a védikus tanítások, és hát ebből egy nagyon rövidke kis részlet, hogy a Sankhya kijelenti, hogy a lélek a következő képességekkel rendelkezik. Olyan parányira összehúzódni, hogy mindenen keresztül jutni. Ugye Gábor erről beszélt az atom, az okkult atom kutatás esetében, erről az összehúzódásról. Aztán hatalmasra megnövekedni, könnyűvé válni úgy, hogy a napsugáron át magához a fényforráshoz is képes legyen felemelkedni. Korlátlan távolságban levő tárgy elérése, például az ujjakkal megérinteni a holdat. Töretlen akarat, például úgy behatolni a Föld belsejébe, akár csak a vízbe merülni. Minden lelkesült és lélektelen feletti uralom, a természet menetének megváltoztatása, minden kívánság teljesítése. Gyakorlatilag, ha valaki olvasta önök közül Powellnek az Asztrális Test című könyvét, akkor felismeri az asztrális képességeket, amelyek gyakorlatilag ezek az itt felsoroltak. Magyarul hát az asztrális képességek birtoklásáról szól ez a tanítás. És tovább folytatva, a védikus tanítások az emberi képességeket 8 fokozatba rendezik. Hagyj ne olvassam fel ezeket, 8 darab szanszkrit elnevezés. És tényleg az idő híján csak az 5-től kapcsolódjunk bele. Az 5. a jövő eseményeinek megjóslása, idegen nyelvek megértése, betegek meggyógyítása, gondolatok megértése, magyarul ezek szemmel láthatóan mentális képességek, szintén a Powell mentális testében vannak leírva. A 6. az öregséget fiatalsággá változtatni. Hát, ez nagyon érdekes. A 7. képesség mesmerizálni az embereket, állatokat, alárendelni őket és megszelidíteni, a szenvedélyeket és érzelmeket kioltani.
kimondta, ki beszélt ma arról, melyikőtök, hogy a jógikat a vadállatok nem támadják meg, sőt, épp az ellenkezője köréje gyűlnek, és a leggyilkosabb és halálosabb vadállatok is kezes bárányként veszik körbe a jógit, alárendelni, megszelidíteni, ez szintén az emberi képességek közé tartozik, ami kivétel nélkül valamennyiünkben megvannak, különböző fejlettségi szinten, lehet, hogy teljesen látensen, de a jó hír az, hogy időkérdése, néhány élet, vagy tucat élet, és ezeket meg fogjuk szerezni. A nyolcadik képesség az a szellemi állapot, ami a korlátlan, korábban megszerzettekről való teljes lemondásra jár, mivel a jógit teljességében Isten tölti be. Gyakorlatilag, hogyha mágiára gondolunk, akkor az előző és az ezen a dián szereplő képességekre gondolunk, és még egyszer, tehát ezek a védák részletes tanításokat adtak. Erre gondoltam egy picit ezt az öregséget a fiatalsággá változtatni. Könnyedség kedvéért hagyj mutassak be egy diát, ahogy a különböző fantasy képek a fekete mágiát, vagy a fekete mágust ábrázolják, a leggyakrabban hölgy formájában, bocsánat, nem én rajzoltam őket, ez csak egyszerű tény megállapítás, és ráadásul fiatal hölgy formájában, természetesen fekete vagy sötét tónusban. Hát ez az öregséget fiatalsággá változtatni, úgyhogy ha itt látnak a teremben ifjú hölgyeket esetleg sötét hajjal vagy ruhába, akkor lehet, hogy ők nem fiatal hölgyek, hanem már 300 éve itt a földön élő öreg-öreg fekete mágusok, csak az öregséget fiatalsággá változtatták. Egyébként meg ugye a mágusok rejtőzködése miatt annak is megvan a lehetősége, hogy az ön melletti széken ülő is egy nagy-nagy mágus, csak jól álcázza magát. No, hogyan válhatunk mágussá? És erről egy hermetikus tanítás, egy vers, ami lehet, hogy a végkicsengés a könnyökükön fog kijönni, ettől még ugyanolyan igaz lehet. Bárki legyél, aki a természet legtitkosabb bugyraiba kívánsz bemerészkedni, fogadd meg tanácsom. Ha az, amit keresel, nem találod meg magadban, akkor azt soha nem találod meg, soha nem találod magad körül sem. Ha nem ismered meg saját lakhelyed fölényét, felsőbbségét, miért keresel felsőbbrendűséget más dolgokban? Ó ember, ismerd meg önmagad, benned magadban van elrejtve a kincsek kincse. És ugye ezt elmondjuk, hogy el szokták mondani, hogy a Delfói Jósdára is ez van kiírva. Minden tanácsban ez van, ember, ismerd meg önmagad. De ez az önmagad, ez azért egy kicsit több, mint amikor ilyen jópofa újságokban lévő személyiségteszteket töltünk ki, hogy milyen szexpartneren, meg mit tudom én. Tehát ezért ennél egy kicsit többről van szó. Arról van szó, mint amit a Powell sorozat könyvei leírnak, hogy ismerjük meg az éterikus testünket, az asztrális testünket, a mentális testünket, vegyük tulajdonba, használjuk, és hogyha ezeket megtesszük, akkor megtaláljuk önmagunkban a kincsek kincsét, és nem kell tovább kívül keresni. Na most a kádeaiak, amelyeket a történelem során a leg
legnagyobb mágusoknak tartottak noha a hivatalos történelem oktatását. Hát elég régen jártam iskolába ilyen történelmet tanulni, de igazából szóba se kerültek, ha jól emlékszem. Lehet, hogy ez azóta változott, bár kétlem. Tehát a káldeaiakat tartották az emberiség legnagyobb mágusainak, és ők a mágia alapját az emberi lélek belső erőihez kötötték, és a növényekben, az ásványokban és állatokban levő mágikus tulajdonságok megkülönböztetésében láttak. Ezek segítségével a legdöbbenetesebb csodákat hajtották végre, számukra a mágia, a vallás és a tudomány szinonimája volt. Tehát tudományos módszerekkel, tudományos igényességgel feltárták az ásványokban, növényekben és állatokban lévő mágikus tulajdonságokat, azokat, amelyeket ma például úgy látunk, hogy viszont, hogy milyen ásvány konkrétan melyik sugárhoz tartozik, vagy melyik állatérvhöz tartozik, és milyen kombinációban, stb. Ugyanez a növényekre. Nyilván a növények ismerete, ami a fitoterápiában is megjelenik, illetve hát ugyanígy az állatok és ezeknek az erőknek az ismerete és alkalmazása, ezt hozzátartozott számukra a mágiához, és minden mágikus tevékenység alapjának ezt tekintették. Egy nagyon-nagyon lényeges megállapítás, ugye én mindig arra vagyok kíváncsi, hogy valami miért működik. Ez valójában ez, hogy a mágia sarokköve a magnetizmusnak és az elektromosságnak, ezek tulajdonságainak, kölcsönhatásainak és erőinek mély gyakorlati ismerete. Nem törvényszerűen elméleti, tehát nem muszáj azt, hogy bárki ide feldobja a három Maxwell törvényt, esetleg még meg is tudja azokat oldani, mert az inkább az elméleti részhez tartozna, de a gyakorlati ismerete, magnetizmus és elektromosság, vagy kölcsönösen elektromágnesesség, de nem csak kizárólag a fizikai síkon, mert a mágnesesség és az elektromosság törvényei a magasabb síkokon is ugyanúgy érvényesülnek. Tehát erről a gondolatokkal kapcsolatban, meg az aurával, meg gondolatformákkal kapcsolatban ma is többször elhangzott, hogy vonzzák egymást a hasonló töltésűek, rezgésűek, energiájú gondolatok vagy érzelmek. Tehát itt a magnetizmus és az elektromosság nem csak a fizikai szinten értendő, sőt, hanem valamennyi szinten, mint egyetemes törvények, amelyek a világot működtetik. Különösen szükség van ezeknek az állati birodalomra és az emberre gyakorolt hatásai esetében. Na most egy nagyon fontos megállapítás, hogy a misztériumokba való belépés nem biztosít mágikus képességeket. Tehát ellentétben, még rossz volt az a példám, hogy az orvosnak meg a mérnöknek hány évet kell tanulnia. Egy átlagos képességű emberke, ha annyi évet végig tanul, akkor orvos lesz, vagy mérnök lesz, vagy tudós lesz. Ellentétben a mágiával, ugyanis ott ez nem elég. Szükség van a veleszületett tehetségekre, és a veleszületett tehetségek, azt hiszem ez is elhangzott ma, ez az előző életekből származik. Tehát nagyon hosszú előkészítő utat kell megtenni ahhoz, hogy valaki érdemes legyen, felkészült legyen a mágiára. Ez ugyanaz, egy kicsit megfordítva,
a teozófiai tanításokról beszélünk, hogy ha az ember halad előre a spiritualitás útján, akkor előbb-utóbb eljut odáig, hogy megkapja az első nagy beavatást, amivel tulajdonképpen az asztrális képességeket megszerzi. Hát gyakorlatilag itt ugye majd ezeket az asztrális és a mentális képességeket használja valaki, tehát meg kell rá először érni, hogy ha mellé tesszük a módszert, akkor a kettő együtt működjön. Szóval, mintha egy lecsót készítenénk, hogy hiába van meg a hozzávaló, az előírások ismerete, ha zöld paradicsomból, teljesen zöld paradicsomból készítjük, nem lesz finom, mert piros paradicsom kell hozzá. Értik? És a piros paradicsom az a személyiség, tehát amelyik megérett, amely hozza magával a vele született képességeket korábbi életekből. És hát természetesen a másik dolog, ami szükség van, ez a bizonyos előírások ismerete, ami nyilvánvalóan megszerezhető. Még egyszer, önmagukban a formulák ismerete az a mentális és lelki képességek nélkül teljesen használhatatlan a mágiában. Na most, amikor valaki a mágiát használ, vagy erre az útra lép, akkor tulajdonképpen felébreszti azt az erőt, amely minden ilyen mágikus művelet mélyén a lényegébe elrejtve húzódik, és ezt az erőt szokták hívni akásának, vagy más kifejezéssel okkult elektromosságnak. Bizonyára hallottak már az Akasa krónikákról, tulajdonképpen ezek a feljegyzések, vagy szokták úgy is hívni, hogy a világegyetem, vagy az univerzum emlékezete, ez az okkult elektromosság, amelybe tárolódnak dolgok, és a mágus valójában ezen a szinten dolgozik és tevékenykedik. Na most, akik sikeres csodatevők voltak, azok azért tudtak úgynevezett csodákat tenni, mert tökéletesen ismerték az akását, ami hatásaiban meg nem mérhető, de egyébként azonban érzékelhető hullámai. Szóval amikor valaki egy meditációban képes, vagy akár nem is meditációban, anélkül képes különböző energiaáramokat megérezni, ráérezni, ezek gyakorlatilag ennek a bizonyos akásának a különböző szintre tükröződései, és ezeket a hullámokat érzékeli, és a mágus ezt nem csak érzékeli, hanem kézben tartja, és igazából ezt manipulálva, ezt mozgatva, a saját akarat erejével mozgatva, gyakorlatilag ezzel éri el a kívánt eredményt. Na most ez a bizonyos állati magnetizmus, ez így nevezik, hogy állati, tehát a magnetizmusnak ez az állati, asztrális magnetizmus igazán, egy fluidum, egy folyadék, egy kisugárzás. Most ezt néhány ember képes kiárasztani gyógyító célból, akár a szemén, akár a kezén, az új hegyein keresztül, míg az összes többi lény, aki erre nem képes, azt viszont megteszi, hogy egy aurát, egy asztrális aurát hoz létre, a változó fény formájában sugározza ki, független attól, hogy tudatában van vagy nincs. Ugye tudjuk, a tárgyaknak is van aurájuk, nem beszélve az általunk élő megnevezett lényekről, illetve az emberről. Na most, amikor az ember gyógyító érintéssel vagy akarattal hat egy páciensre, akkor ezt mesmerizmusnak hívjuk, és ennek egy elég részletes leírását megtalálják Powell éterikus testébe. Tehát a mesmerizmus keletkezéséről, kezeléséről, stb. Ugye itt csak arra van idő, hogy néhány szempontra felhívjuk a figyelmet.
Na most egy nagyon lényeges dolog, tehát arról, hogy valójában hogy is működik a mágia, hogy amikor egy öntudatlan magnetikus kiáradás, ugye ez a bizonyos, amit mondtuk, hogy ez az, például ez az állati elektromosság, ez az akás, ez a fluidum, mint egy lassan, lustán hömpölygő folyó, mint mondjuk a Duna itt Magyarországon, tehát folyik, amerre éppen viszi tehát a benne levő víz, amerre a meder viszi. Amikor belép egy értelmes és erőteljes akarat, akkor, és az egy adott pontra koncentrál, akkor a gyengébb kiáradás, tehát mondjuk egy emberi akarat, ami az egész Dunához képest egy ember ugye szinte semmi, de mégis miután egy határozott akarat és egy fókuszált akarat, uralm alá képes hajtani ezt a lassan, lustán hömpölygő erőáradatot, és mintha egy gátat építenénk, ugye a folyószabályozás elterelheti, ideviheti, odaviheti egy megfelelően képzett akarattal. Tehát az emberi akaratnak ugyanilyen hatása van az akasára. Na most egy nagyon lényeges dolog, hogy ha kíváncsiak a mágiára, és bemennek egy ezoterikus könyvesboltba, akkor így önökre ráborul a mágiával foglalkozó könyvek tucatjai. És ezek tele vannak szimbólumokkal, meg talizmánokkal, ugye olyan osztályokkal, hogy ceremoniális mágia, meg talizmánok, meg tudja a csoda, hogy mi minden. Ezek valójában semmi másról nem szólnak, mint hogy az emberi akarat, a mágus akarata önmagában nem elég. És szüksége van valami külső megtámogatásra, ami ugyanolyan jellegű energiaminőséget tud adni, hogy uralma alá vonhassa ezeket az áramokat, lényeket, stb. És a mágiának egy jelentős része arról szól, hogy ezt az emberi akaratot hogyan erősíthetjük meg külső eszközökkel, de hogy valójában miről van szó, bizonyára önök valamennyiük számára ismerős az a Biblia, történet, amikor ugye Jézus a két napja, három napja halott Lázárt feltámasztotta. Na most mi történt? Nem ám azzal kezdte Jézus, hogy körberajzolta mágikus körrel, körberakta gyertyával, talizmánokat rakott rá, meg stb., hanem azt mondta neki, hogy Lázár, kelj fel és járj. Miért? Mert az igazi akarat a mester a még magasabb szintnek az akaratához nincs szükség külső eszközre, ennél alacsonyabb szinten van szükség az akarat megtámogatására. Tehát amikor ilyen köpenyes, köntösös, süveges, fekete macskás, hollós, mit tudom én, bácsikákat látok, akkor tudom, hogy feltehetően nem az a kategória, hogy Lázár kelj fel és járj, hanem némileg ez alatt. Tehát ez az alapelv, hogyha ezt a finom fluidumot nem elegendő nagyságú erő mozgatja, hogy elérje a célpontját, akkor visszahat a kiküldő emberre, és tulajdonképpen akkor elsüllyed az ember abba a Dunába, és ahelyett, hogy ő vonná uralma alá, ő fog belefulladni, és rengeteg ilyen példát lehet felsorolni, hogy az állítólagos varázslók maguk váltak áldozattá. Ezt csak megemlítem, ezt a teozófiában nem fogják megtalálni, ezt a Teopoia nevű tudományt, amely hát kifejezetten a mágikus tudás legmélyére hatol be,
és hát ennek során, de ne felejtsék el, hogy semmire sem tudnak ezzel kezdeni, hogyha nem érettek annak a tudásnak a kezelésére. A Paracelsus azt tanítja, hogy a határozott akarat, és nem az akaratosság, hanem az a bizonyos, az emberi egyéniségnek felső, tehát felső hármasságnak, vagy középső hármasságnak a legmagasabb alkotó eleme, az isteni akarat, minden mágikus művelet kezdete. Mivel az emberek nem képzelik el tökéletesen, és nem hisznek az eredményben, ezért az okkult mesterkedések annyira bizonytalanok, noha lehetnének tökéletesen biztosak is. Az akarat elő a leghatalmasabb mágnes. És még egyszer ez a gondolat, hogy a mágnesesség, a mágia ABC-je érdekes módon, hogy még a szótő is, mintha ugyanaz lenne. Talán van is közük egymáshoz, ezt nem tudom. Tehát erről már volt szó, de annyira fontos gondolat, hogy megismételtem, hogy teljesen fölösleges megpróbálni bárkinek megérteni akár a mágia elméletét, akár a gyakorlatát, amíg a mágneses vonzások és taszítások elvét az egész természetben, tehát nem csak a fizikai természetben, az egész természetben fel nem ismeri. No, akkor még egy pár darab ilyen gyorsan áttekinthető dia. A Aleister Crowley, aki hát egy meglehetősen ismert név azok között, az írók között, akik részletesen foglalkoztak a mágiával, ő egyszerűen azt mondja, hogy a mágia az akarattal egyezően végzett beavatkozás a változtatásra. Tehát a beavatkozás a változtatásra, és függetlenül attól, hogy milyen szinten beavatkozás. Tehát lehet, hogy ez gondolati szinten, az asztrális világban, de lehet akár tehát a fizikai szinten is, hiszen ezek a szintek nem fallal vannak elválasztva, hanem átjárják egymást, és az egyik szinten végzett beavatkozás hatása előbb-utóbb áttükröződik a másik szintre is. Hát ebben az értelemben gyakorlatilag minden mágia, vagy legalábbis mágikus kísérlet, csak aztán az a kérdés, hogy az az akarat mennyire erős, tehát végig tudjuk-e csinálni azt a változtatást, vagy sem. Ugye három kategóriára szokták osztani a mágiát. Hát kezdjük a fehér mágiával. Ez az, amit keleten jógának neveznek, és hát a jóga szó az, vagy kifejezés azt jelenti, hogy egyesülés Istennel. És akkor ne csak erre a torna mutatványokra tessenek gondolni, mert itt azért egy picit többről van szó, de mindenképpen adott esetben a hatha jóga az elindulni és kezdésnek nyilván megfelelő is lehet. Na most, szokták még a fehér mágiát úgy is nevezni, hogy ez a kozmikus tudat, vagy önmegvalósítás, vagy kapcsolatba lépés Istennel, vagy az őrző angyallal, a tőle kapott tudás érdekében. Pont. Ennyi a fehér mágia. Kapcsolatba lépés, mondjuk úgy, az Istennel, a tőle kapott tudás érdekébe. Sem, se több, se kevesebb. Minden, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, az nem fehér mágia.
Hát ugye ennek az ellentéte, érdekes, ha férfi a fehér mágus, az soha nem fiatal ember, csak ezzel azóta nem tudok megbarátkozni ezzel a gondolattal, hogy a hölgyek azok fiatalon fekete mágusok lesznek, a férfieknek csak ilyen öregen. Hát, hogy miért? Na most ennek a célja, a fekete mágia, a károkozás tudatosan vagy tudattalanul magának vagy másoknak. Hát ki az, aki magának tudatosan kárt okoz? Ha jaj, a karma törvénye az mindig működik. Tehát lehet, hogy én most csinálok valamit, ami most jónak néz ki, de a karma törvénye alól nem tudok kibújni. Tehát az emberre inkább az a jellemző, hogy inkább kárt okoz magának, mint hasznot. Ezért nem vagyunk képesek leszállni arról a karma kerekéről, mert állandóan vissza kell jönni, mert tulajdonképpen önmagunknak is, bár tudattalanul, de állandóan kárt okozunk. Vagyis nagyon könnyű átcsúszni erre a bizonyos fekete oldalra, annál is inkább, miután megállapítottuk, hogy a mágia az sokkal több, mint hókusz-pókuszok sora, az akarattal megegyező változtatás, és tehát sokkal tágabb kategória, és ráadásul tudatlanul önmagunknak sokkal gyakrabban okozunk kárt, mint azt mi fel tudjuk tételezni. És hát a fejlődés során a szürkéből indulunk, és a jövőnk attól függ, hogy merre tudunk elmenni. Tudom, hogy nagyon kis butuska példa ez a Csillagok háborúja című sorozat, de mégis valójában ez a fekete és a fehér mágia harcáról van szó, és hát az egész arról szól, hogy mennyivel könnyebb elmenni a fekete oldalra, és azokat az energiákat mennyivel könnyebb kezelni. Na nézzük, hogyha a fekete mágia a tudatos vagy tudattalan károkozás, a fehér pedig az Istennel való kapcsolat megteremtése, akkor mi van közötte? A szürke mágia, és a szürke mágia a fizikai és nem fizikai jó tevés a célja, tehát nem az, hogy egy kicsit fekete, tehát kifejezetten a jó tevés, tudatosan vagy tudatlanul magának vagy másoknak. Tehát amikor valakit gyógyítunk, az szürke mágia, mert a fehér az Istennel való kapcsolatteremtés. Ami nem Istennel való kapcsolatteremtés, az legjobb esetben szürke mágia, de aki szokott számítógépet használni, az tudja, hogy a szürkének milyen hány árnyalata van, szóval 1000 fölöttire is fel lehet osztani, tehát van az egészen világos szürke, meg az egészen sötét szürke. Tehát gyakorlatilag szinte minden, amit csinálunk, az a szürke, tegyük fel, legyünk jó indulatúak, hogy az a szürke mágia kategóriájába tartozik, de mint ilyen természetesen karmateremtő, és hát ennek aztán mindenképpen, tehát meggyógyítok valamit, akkor ez esetleg a másik ember hálás nekem, és puff, ismét egy karmikus kapcsolat, amiben neki esetleg a karmát kell rendeznie. Ugye a Gyűrűk urában is úgy kezdődik a történet, hogy először van a szürke Gandalf, és aztán majd egy másik időszakban, amikor egy halál után visszatér, de akkor már fehér Gandalfként. Tehát a hosszú-hosszú időn keresztül ebben a szürke, világos szürke, középszürke, sötét szürke, ebben a sávban járkálunk tovább. Végül pedig
Ezt tovább gondolásra javaslom két dián. Szokták mondani azt, hogy ajánlják a mágiát tanulmányozók figyelmébe 8 pontot, 8 szabályt, amit a gondolkodásába be kell építenie, hogy helyesen tudja értelmezni a későbbiekben a részletekbe menő tudást. Tehát az első az, hogy nem létezik csoda, nincs olyan, hogy csoda. Minden, ami történik, az valamilyen törvény működésének az eredménye. Legfeljebb nem ismerik a törvényt, de attól még van mögött egy törvény. A természet hármasságot alkot, van egy látható tárgyasú természet, egy láthatatlan természet, ami az előbbinek az értető principiumát tartalmazza. Fölöttük pedig egy szellemi természet, ami minden erő a forrása, és hát az ember is ugyanilyen hármasságot alkot, erről most nem térünk ki, de itt is többször láttak a mai nap folyamán ilyen ábrákat. A mágia, mint tudomány, az alapelvek és a módszer ismerete, amellyel a szellem minden tudását és a természet feletti erők ellenőrzését megszerezheti a még testében tartózkodó ember. A mágia, mint művészet, tudás alkalmazása a gyakorlatban. A titkos tudás helytelenül alkalmazva, boszorkányság, jótékony módon használva valódi a mágia vagy bölcsesség. Sokszor felszokták vetni, hogy a médiumságnak van-e valami közel a mágiához, nincs a világon semmi, ugyanis a médium az a küldő befolyásának passzív eszköze, tehát akár író médium, akár beszélő médium. Míg az adeptus az pedig teljesen aktív módon irányítja saját magát, és minden alsóbb rendű erőt. A minden dolognak, ami volt, van, lesz, megtalálható a maga feljegyzése az akásában, és a beavatott adeptus saját szellemi látását használva mindent tudhat, ami tudott vagy tudható. És hát végül egy megállapítás, ami egy fontos körülményre hívja fel a figyelmet, hogy az emberiség fajai különböznek spirituális képességekben, ahogyan színben, termekben, vagy bármely külső tulajdonságban is. Szokták időnként azt is mondani, hogy hú, ez a nemzet ennyire okos, hány Nobel-díjast adott, stb. Egy másik nemzetnek sokkal nagyobb érzéke van a gazdasági dolgokhoz, és így tovább, tehát nagyon sok nemzetre vagy fajokra rá lehet mondani, hogy inkább ez a jellemzője, inkább az a jellemzője. Így a jellemzők közé fel lehet venni mindenképpen a spirituális képességeket is, és bizonyos népek között inkább ebbe a látnok irányba, a tisztánlátás, tehát a fokozatosan megszerzendő asztrális képességek irányába fejlődés a jellemző, míg mások népekre inkább a médiumitás. No, hát körülbelül ennyi fért bele ebbe a számomra rendelkezésre álló 40-45 percbe. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, és hát egy gondolat erejéig még visszaadom Adriennek a szót. Köszönöm szépen!